Hullancs eltávolítása cérnával, csipesszel, de a gyógyszertárakban kapható kanalat is lehet erre a célra használni. Egy a lényeg, azonnal szedjük ki, amint találtunk magunkban vérszívót, mondja a Légeti Judit bőrgyógyász nem szabad a nagymamáink módszerével zsírral, olajjal kenegetni, meg nem szabad nyomkodni, ahogy észrevesszük, ki kell szedni. Kiszedés legegyszerűbb módja, körömmel is ki lehet ügyesen, hogy ne nyomkodjuk a hasát, ha van valakinek kullancsipesz jó, de ha nincs egy szálat, a kullancs nyaka és a bőr közé odahúzni, egy csomót kötni, és szépen ki lehet emelni. Egyáltalán nem baj, hogyha beszakad a szívóka. Minden második kullancs hordozhat az ember számára veszélyes kórokozót. Legismertebb megbetegedés a Lyme-kor és a vírusos agyvelőgyulladás. Ez utóbbi ellen védőoltással is lehet védekezni. A szakember azt mondja, mindig a kullancs csípés helyét kell figyelni, hogy kialakul-e piros folt. A Lyme-kor nem rögtön jelentkezik csípés után néhány nappal, hanem legkevesebb négy-öt nap, de az átlag az olyan tíz nap, két hét, hogy megjelenik, és az jellemző rá, hogy a piros volt terjed centrifugálisan a széle felé, kerek, időnként ovális, attól függ, milyen testrészem van. Tehát hajlatokba ovális szokott lenni, hátom például, vagy törzsön kerek a folt. A kullans csípés ritkán okoz panaszt, és nem mindig veszik észre a betegek. Légeti Juditot is sok beteg keresi fel a kullans szezonban, főként, ha lánykorra utaló jeleket fedez fel magán. A bőrgyógyász kiemelte, az orvos által felírt antibiotikumot mindig annyi ideig kell szedni, amennyi ideig mondja az orvos. Nem szabad előbb abba annak a szedését, ugyanis bár a piros volt eltűnik a bőrünkről, a vírus megmarad a szervezetünkben, ami később súlyos szövődményeket, izületi idegrendszeri problémákat, keringési zavarokat is okozhat. A szakemberek azt tanácsolják, túra vagy épp kertészkedés előtt érdemes lekezelni magunkat és állatainkat kullancsriasztó készítménnyel. A kirándulás során a vadetetőket, vadidatókat kerülni kell, mert ott fokozott a kullancsveszély. Egy-másfél óránként kell átvizsgálni magunkat, hogy van-e kullancs csípésünk. Ha találunk magunkban, érdemes azt azonnal eltávolítani.